Az empátiát, a feltétel nélküli elfogadást és a hitelességet tartja a legfontosabb tulajdonságoknak. Dudás Erika, a Magyar Lelki Segélyszolgálatok Szövetségének elnöke, a segélykérő telefonhívások során. Tapasztalata szerint a karácsony körüli időszakban különösen megnő a beérkezett hívások száma, ezért rendkívül fontos ilyenkor a munkájuk. Az ünnepek azok mindig forgalmasabbak a lelki első segély telefonszolgálatoknál. Azt várjuk, hogy idén is magasabb lesz majd a hívásoknak a száma. Ugyan már nem annyira kiugróan, eltérően magas az adventi ünnepkörben, mint mondjuk 10-20 éve volt, hanem kiegyenlítettebb sokkal a hívásoknak a száma, és az utóbbi másfél évre is ez vonatkozik, hogy sokkal kiegyenlítettebb forgalmat tudunk bonyolítani, mint korábban. Tehát nem annyira csak a november-december az az időszak, amikor tömegesen nagyon sokan keresnek bennünket különböző problémákkal. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége jelenleg 24 tag és társszolgálatánál közel 500 fős önkéntes segíti a bajba jutott emberek mindennapjait ingyenes tanácsadással és beszélgetéssel, még a határon túl is. A telefonhívásoknál a figyelem a legfontosabb. A legfontosabb a jelenlét. Tehát a jelenlétünkkel, a támogató odafigyelésünkkel tudjuk folytatni a segítő beszélgetést, és közösen együtt gondolkodni azon, hogy mi az, ami leginkább segítség lehet az illető számára. Ez azt jelenti, hogy a különböző alternatívákat megvizsgáljuk, és a hívó az, aki eldönti, hogy milyen úton lép majd tovább. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy a különböző feszültségeket, titkokat, olyan fájdalmakat, amelyek valahol nagyon legbelül ott vannak, hogy azt a vesztességet, azt a hiányt, amelyet az ünnepkör még felerősít, azt mi tudjuk a jelenlétünkkel, a támogatásunkkal, az odafigyelésünkkel és az értő meghallgatásunkkal segíteni rajtuk. Tehát, hogy tudjuk egy picit oldani azt a feszültséget, ami bennük van, hogy azt a hiányérzést egy picit pótolni, hogy mi viszont figyelünk rájuk. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége a nap 24 órájában ingyenesen hívható a 116-123-as telefonszámon. A koronavírus világjárvány miatt pedig bevezették a 0680-810-600-as új telefonszámot is, amely heti 102 órában elérhető azok számára, akik problémájukat nem tudják egyedül feldolgozni, vagy csak segítségre, beszélgetésre van szükségük, különböző krízisek feldolgozására. A karácsonyi időszakban 12 ügyelő fogadja párhuzamosan a beérkező telefonhívásokat.